Köszönöm a kedves nézőket, folytatjuk a Frisbee Suli adását. Az előző részeket természetesen weboldalunkon megtekintetik, és most mai vendégünk, mondhatni, Amerikából érkezett, mestersége címere, hogy a világ egyik legnagyobb szervezetének az alapítója. Ami az egyik legszimpatikusabb számomra, hogy úgy hallottam, keverik kutyákkal dolgozik. Miért fontos ez, és miért jó ez? A menhelyi kutyák a legjobb kutyák, akiket társnak választhat az ember. Különösen hálásak azért, hogy foglalkozol velük. Az ember bemegy egy menhelyre, és hosszú kennel soron több száz kutya vár arra, hogy valaki kiválassza őket. A menhelyi kutyák mindig különleges helyet foglalnak el a szívemben. És egy keverék kutya ugyanolyan okos, hiszen itt sok olyan fajta van, amit kifejezetten mondhatni frisbizéshez ajánlanak. Bármilyen kutya meg tudja ezt tenni? Természetesen. Ugyanolyanok, mint bármelyik kutya. Az a kutya, amelyikkel 89-ben világbajnok lettem, szintén menhelyi kutya volt. Azóta 9 kutyát fogadtam örökbe, és elmondhatom, hogy mindegyik tehetséges. Hogyha valaki örökbe szeretne fogadni egy kutyát és elkezdeni vele frisbizni, milyen típusú kutyát válasszam? Csak magamról tudok beszélni. Én az olyan kutyákat keresem, akik felleugrálnak a kennel rácsa mellett. Általában ezek azok a kutyák, akiket azért adtak be, mert túl sok az energiájuk, és nem tudtak velük mit kezdeni. Ezek lesznek később a legjobb sportkutyák. Mit ajánl a magyar nézőknek, akik becsatlakoztak hozzánk a frisbee iskolákba, miért érdemes elkezdeni frisbizni? Ez a sport remek lehetőség arra, hogy kellemesen töltsd el az idődet a kutyáddal a szabadban. Ha kevés az időd, akkor 10 perc dobálás annyi mozgást jelent, minthogyha egy hosszabb sétára mennél. Így az idődet is jól ki tudod használni, és együtt lehetsz a legjobb barátoddal. Thank you very much. Egy menhelyi befogadott keverékkutyus is tud ugyanolyan jó frisbiző lenni, aki megteheti, menjen ki, fogadjon örökbe egy pattogó energiabombát. 2 hét múlva találkozunk, az adásainkat pedig nézzék meg visszamenőleg a www.ebugatta.hu weboldalon.